panelház előre gyártott vasbeton elemekből készült lakótömb. A 11. kerületben az 1960-as évek közepétől Kelenföldön, Őrmezőn és Gazdagréten épültek lakótelepek, melyek állapota az ezredfordulóra lényegesen leromlott. A panelházak felújítása 2001-től már folyamatban van a Panel program keretében. A programban nem csupán a panelházak külső falainak hőszigetelése és az elavult nyílászárók korszerűsítése szerepel, a házak esztétikus megjelenését szolgáló díszítéseket, kültéri festéseket is támogatják. Az 1970-es, 1980-as évek panel programjainak része volt az egyöntetű növényállomány létrehozása az egyes panelcsoportokon belül. A panelek monoton megjelenését elsősorban növényzettel lehet harmonikusabbá és emberközelibbé tenni, így érdemes a meglévő növényállományt gondozni, fejleszteni. A növényeknek nem csupán esztétikai funkciójuk van, számos előnyös tulajdonságukkal a közérzetünkre is hatnak. Elnyelik a széndioxidot, kiváló porfogó és zajszigetelő szerepet töltenek be. Hűsítenek, árnyékolnak, enyhítik a könnyen felforrósodó aszfalt felületet, házfalak kipárolgását. Kerületünkben több helyen találunk füvesített zöld tereket, ahol szívesen találkozunk a barátainkkal, ülünk le piknikezni, beszélgetni, olvasni, vagy egyszerűen csak megpihenünk pár szabad perc erejéig. Fontos, hogy a köztereink közös tereink is legyenek, ne csupán áthaladásra használjuk azokat, hanem maradásra is bírjanak bennünket. Újbudán ilyen közösségi csomópont a Feneketlen tó, a Műegyetem parkja, a Kelenföldi Bikásdomb, valamint a Gellért hegy. Az ismert találkozó pontokon túl azonban legalább ilyen fontos szerepet töltenek be a mindennapjainkban a házak között helyet kapó zöld felületek, játszóterek, sportpályák, pihenősarkok. Szeretjük és kihasználjuk ezeket a tereket akkor, ha minden generáció megtalálja bennük a maga elfoglaltságát, ha a pihenésre és aktív mozgásra egyaránt lehetőséget biztosítanak. Ha vannak növénytelepítésre alkalmas területek, és a telepítés megoldható, akkor előnyös a lakosok bevonása a zöld felületek létrehozásába és gondozásába. A lakosokkal és iskolákkal közös ültetés, az új növények örökbefogadása mind hozzájárulhat az élettér kellemesebb díszítéséhez és a zöld területek fenntartásához. Az ablakok alatti néhány négyzetméteren előkerteket hozhatunk létre, sövényekkel, kerti virágokkal, futórúzsával, sziklakerttel formálhatjuk azokat egyedivé. A balkonok helytakarékos és átgondolt berendezése nem csak új funkciókat adhat az erkélyeknek, de a ház homlokzatát is díszíthetik. Bankolládáinkban helyet kaphatnak a dekoratív futómuskátlik, a petúnia, az illatos fűszernövénypalánták, nyáron pedig otthonosabbá tehetjük azokat napernyővel, reggelizőasztallal, nyugággyal. Első pillantásra a panel lakótelepek nem tűnnek vonzónak a madarak számára, néhány madárfaj azonban egyenesen a panelházakat választja a költő és telelőhelynek. Ha megfelelő odukat, etetőket és itatókat helyezünk ki, akkor akár több emelet magasságban is élvezhetjük a madarak közelségét. Ahhoz, hogy ne csak télen lássunk sok kis énekest, érdemes akár több odutelep kihelyezésén is elgondolkodni. Odukkal, etetővel, itatóval felszerelt madárbarát kerteket iskolák, óvodák is ki tudnak alakítani, de a panelek előkertjei, a társasházak udvarai is alkalmasak a madarak védelmére. A kertek leggyakoribb látogatója a rigók, a cinkék, a szarkák és a hollók. Egy városi zsúfoltságán enyhítenek, közlekedési torlódásait tehermentesítik a bicikli utak. Ma már egyre többen választják, hogy nyaranta bicikliben indulnak iskolába, munkába. A biciklizés sportként, napi gyakorlatként, alternatív közlekedési módként egyaránt jó választás. Karbantart és a légszennyezés csökkentéséhez is hozzájárul. A közvetlen környezetünk minősége, élhetősége, otthonossága gyakran alapvetően rajtunk, a lakóközösségen múlik. Évszakváltáskor egy rátermett szervező, társasházi képviselő közös rendrakásra, takarításra, ültetésre hívhatja a lakókat, aminek látványos eredménye lehet.